la 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 la. Meki, el kell, hogy bocsássunk. Tényleg nagyon sajnálom, kölyök. A tulaj azt akarja, hogy csökkentsük a költségeket. Meki, nézd. Tényleg. Ó, de szar. Szar. Meki, én nagyon sajnálom. Annyira sajnálom. Becky Buller. Igen. Csak tudni akartam, megkapta-e az életrajzot, amit küldtem? Megkapta? Remek! Becky Buller ismét. Csak érdeklődnék, hogy... Azért hívom, mert érdekelne ez az állás, és azt szeretném tudni, hogy találtak-e már... A pirkadathoz jött interjúra? Viszlát! Asszisztens? Gyakornok? Nem. Igazából az új főgyártás vezető vagyok. Megint új van? Uh-huh. Ne pakoljon ki. Kaphatok? Pés. Jól van, készen? Készen. Hajrá! Jó, akkor szerintem csapjunk is bele, rendben? Gratulálok. Első nap kidobta a hírolvasót, viszont nincs pénze egy másikra. Rontotta a műsor morálját. Az hogy lehetséges? Váljon valaki jót, csak egy fillérbe se kerüljön. Majd adok neki a 3 filléremből! Mike Pomeroy, az IBS felajánlja önnek a Pirkadat társműsorvezetői posztját. Maga viccel. Tudja maga, hogy mi folyik a világban, és azt akarja, hogy én holmi parfétortákról tudósítsak egy ilyen múlttal a hátam mögött? Csak a pénzért van itt. Pontosan. Ó, baszki! Ismét itt a Pirkadat. Mike Pomeroy megmutatja a világot, mi alatt ön kávézik. Az ég szerelmére. Mi az már megint? Ez nagyon ciki. 4, 3. És Mike Pomeroy. Átúsztat Mike-ra, és bead. Viszlát. Hányszor köszönnek el? Viszlát. 3-szor. Viszlát. Mike! Beszélnünk kell. Becky, egy perc is adás van. Bocs, csak fél percet kérek. Képzelje a meglepetésemet, amikor kiderült, hogy maga valójában a legszörnyűbb ember az egész világon. Nem a harmadik, a legszörnyűbb! Mi történt? Ó, Pomeroy. Ki készíti a gyártásvezetőt? Elvesszük a kesztyűt, emberek, oké? És mostantól minden egyes sztorinak, amit csinálunk, szenzációsnak kell lennie. Van bármi egészségügyi panasz? Oh, ne szórakozz, nézd csak rám, vasból vagyok! Csukold meg! Mit szólnál egy nagy puszihoz? Nagyon jó vagy! Hallom, hogy szenyor balfasszal randizol. Micsoda? Nem, én... Mert ő általában olyan csajokkal jár, akik, tudod... Nyújtják a tésztát és viszik a dinnyét. Tudomásul, ez több a soknál! Négy. Elég volt! Három, kettes, egy. Átúszik és bead! A holnapi műsorban Colin krumplipürés virslit fog sütni önöknek Gordon Ramsay-vel. Igen, én sütöm, mivel te nem voltál hajlandó, biztos, alantas neked. Egyrészt, másrészt te rögtön lecsapsz, ha virslit látsz. Lecsapok, hát ez jó. Hát igen, te pedig egy nagyképű, sekélyes idióta vagy. Ez a helyzet. Egy idióta, aki 3-szor annyit keres, mint te. Hát ennyit jött a mai műsorba, de holnap találkozunk. Viszlát. Á, szia! Nem volt olyan vészes. A kis pilé. Riadó. Jézusom, Pomeroy, ezek egyre fiatalabbak. Mike, beszélnem kell magával. Miért? Az enyém a gyerek.